Tisztelt jelenlévők, bizonyára emlékeznek, amikor az elmúlt évben egy találkozót tartottunk itt, ahol bejelentettük, hogy mi lesz a Padragi bánya sorsa, milyen létesítményeket, milyen célokat tervezünk ide építeni, illetve megvalósítani. Hát sajnos azt kell, hogy mondjam önöknek, ebből egyelőre semmi sem lesz. Itt láthatják mögöttem azokon a képeken, ami történik, hogy mi tartottuk a szavunkat, és a kivitelező cég segítségével egy olyan nagyfokú átépítést valósítottunk meg, ami alkalmas lett volna arra, hogy itt a Padragi bánya rehabilitációja megtörténjen, nevezetesen itt a város alközpontjának létrehozása létesült volna, és parkokat, közterületeket, szép megoldásokat teremtettünk volna az itt élők javára és szolgálatára. Sajnos az ezzel kapcsolatban benyújtott pályázatunkat elmeszelték. 600 millió forintot terveztünk erre a területre, barnamezős beruházások címén, és azt tudom mondani önöknek, hogy barnamezős beruházás Veszprém megyében, amely leginkább megfelelt ennek a pályázati célnak, az egyedül ez a terület volt. Sehol másút Veszprém megyében, más településen, más városban ilyen jellemzőkkel rendelkező terület nem volt. Ez volt az igazi barnamezős területek rehabilitációja. Ráadásul csak a szóhasználat kedvéért itt barna szenet is bányáztak. Hát ilyen aztán végképp nincsen Veszprém megyében. Ahogy mondtam, ezt a pályázatunkat elkaszálták, és az ezen a címen rendelkezésre álló pályázati összeget 1,7 milliárdot Pápa városa kapta meg. Mi itt egy nagy összefonódásra gyanakszunk, nagy problémát észlelünk, és ez miatt eljárást is fogunk kezdeményezni, hivatali visszaélés címén megtámadjuk ezt a pályázati döntést. Sajnos ebben a döntésben Fenyvesi Zoltánnak alapvető szerepe van. Fenyvesi Zoltán lefeküdt a pápai országgyűlési képviselőnek, az ő céljait támogatja, nem Ajkát támogatja. A napokban került a kezembe egy olyan jellegű összesítés, hogy Fenyvesi 7-szer indult az ajkai választásokon, összesen 1-szer nyert, hát ez valamivel több mint 10%-os eredményesség. Úgy látszik, Fenyvesinek ez az eredményessége, ez tovább él, Ajkát csak 10%-ban támogatja. Hát ismerik önök azt az eredményt, hogy a 3,5 milliárdos pályázatunkból 300 milliót tudtunk megnyerni, hát ez az a bizonyos 10%-os eredményesség. De leginkább azt fájít mindenkinek, különösen a Padlagi városrész lakóinak, és nekem személyesen is, hogy itt be kell jelentenem, hogy egyelőre itt megállunk. Mivel nem kaptuk meg a pályázati összeget, nem tudjuk tovább folytatni a rekonstrukciót. Én azt gondolom, hogy ez így korrekt, hogy azt mondjuk, hogy sajnos ennyi volt, ennyit tudtunk teljesíteni, itt megállunk, és nem tudom, hogy mikor tudjuk majd folytatni. Ugyanez a helyzet a Padragi kerékpárúttal, ha már itt vagyok, akkor azt is jelzem önöknek és a tisztelt városrész lakóinak, a Padragi kerékpárutat is bizonytalan időre el kell napolnunk, mert azt sem nyertük meg. Ezek után nyilván nem marad más hátra, mint az önök segítségét kérni, hogy ilyen ember, aki Ajkának kárt okoz, az ne legyen országgyűlési képviselő. Úgyhogy azt kérem önöktől, hogy ne szavazzanak Fenyvesi Zoltánra.